Well. A héten először rendesen ki vagyok sminkelve, úgyhogy arra gondoltam, hogy végre felveszem ennek a videónak az elejét. A háttér a számotokra kicsit ismeretlen lehet, de ebbe most nem szeretnék belemenni. Sziasztok! Nem tudom, hogy miért, de úgy élt a fejembe a gondolat, hogy nem mondom el nektek, hogy mi történik ez alatt az egy hónap alatt, amíg kipróbálom ezt az étrendet, diétát. Lehet, hogy a régebbi próbálkozások és kudarcokból adódóan nem szerettem volna egy előre nagyon beharangozni, viszont úgy döntöttem, hogy nem fogom nektek elmondani. És most eljött az idő. Egy kicsit már tovább mentünk, mint az egy hónap, de a lényeg az attól változatlan. Tehát, a videó címe is: egy hónapig kipróbáltam a carnivore diétát. Na most, ha valaki engem ismer, akkor azt tudja, hogy nem vagyok kifejezetten húsos. Csirkemellnél körülbelül megáll a tudomány, viszont ez hosszú lesz egyébként. 2-3 hónapja felhívott a kis testvérem, hogy ő talált egy diétát, ami tökéletes és csodálatos, és ő ki akarja próbálni, és körülbelül fél órában felvázolta, hogy mi is az a carnivore. Ajánlom mindenkinek, hogy kicsit részletesebben is nézzen utána, mert nem valószínű, hogy mindent el fogok nektek mondani, amit tudni kell, de a lényeg annyi, hogy magyarul húsevő diétára fordítják le. Ahogy elmondta az ötletet, rögtön lesokkolódtam, és mondtam, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet csinálni, ez vállalhatatlan. Ugyanis az étrend lényege annyi, hogy csak és kizárólag állati eredetű terméket ehetsz, ami azt jelenti, hogy hús, tejtermékek, tojás, halak, tengergyümölcsei. Vége. És ha nagyon szigorúan nézzük és szeretném kategorizálni, akkor ez egy extrém keto diéta. Ezen belül is egy ilyen kizárásos diéta, amit, mint utólag megtudtam, nagyon sokan egészségügyi problémák kezelésére használnak. Kistestvérem kipróbálta, és egészen 2 hétig bírta. Azt szokták mondani egyébként, hogy az első hónap körülbelül az átállás időszaka. Természetesen szervezettől is függ, de lehetnek ugye ketofejfájások, a túlzott zsírbeviteltől, emésztési problémák, vagy így, vagy úgy, a két véglet, el tudjátok képzelni. De hogy egy hónap után maximum be kellene, hogy álljon ez a dolog. Na most Sanyi nem bírta kívánni az egy hónapot, és azt mondta, hogy neki ezt köszöni szépen nem fog működni. Bence is kipróbálta, és neki egészen jól ment. És viszont természetesen én csak néztem messziről őket, és mondtam, hogy le a kalappal, nagyon ügyesek vagytok, de hogy ez egy hatalmas no-go. Nekem nem, nem. Aki régebb óta követ, az tudja, hogy egyébként talán azt mondhatjuk, hogy ilyen 2-3 éve növényi alapon táplálkozok, ami azt jelenti, hogy a 7-5 napján, körülbelül 6 napján vegán voltam, és húst azt így alkalomszerűen ettem, mert hogy nem kifejezetten szeretem. És ugye azt is tudjátok, hogy allergiás vagyok pár dologra, hogyha valaki új és ebből a videóból talált meg, akkor sziasztok! Tej, tojás és glutén érzékenységem van, ami nem fán. És emiatt így életvitelszerűen szafisztam. On-off, de hogy nagyjából igen. Szerintem mielőtt Bence elkezdte, utána néztem ennek a carnivore-nak, hogy mit kell róla tudni. Nyilván megvannak a dolgok, amiket leírnak, miért jó, kinek ajánlják, stb. Megvan a dietetikusi oldal, aki azt mondja, hogy ez szörnyű, és ezt nem lehet csinálni, és hogy egészségtelen. És megvan az az oldal, amit én szeretek a legjobban, a visszajelzések. A YouTube videók, a TikTok videók, bárki, aki kipróbálta. És minél tovább kerestem, annál több olyan videót találtam, hogy istenítik az étrendet. Volt egy csávó, aki extrém ekcémás volt, és 2 hónap alatt 80-90%-ra elmúlt neki. Illetve volt egy olyan csaj, aki nagyon-nagyon durván pajzsmirigyaló működéses volt, és hasimotós, és neki is hónapokkal később javultak az eredményei gyógyszer nélkül. Ha valaki nem tudná, rejtett pajzsmirigyaló működésem van, ami azt jelenti, hogy ultrahangon látszódik, vérképből nem lehet kimutatni,
Hashimotót mutat ki egyedül a vérkép, viszont az alulműködésemet nem mutatja. Ami ugye azért fán, mert hogy nem kapok rá gyógyszert, nem írhatnak fel rá gyógyszert. És minél tovább olvasgattam a carnivore után, egyre jobban kezdtem elültetni a kis fejembe a gondolatot, hogy valahogy meg kell próbálni, mert lehet, hogy megoldás lesz. Viszont amennyire lehet, tartózkodtam tőle az előbb említett indokok miatt. De egy csodálatos júliusi napon megszületett bennem az elhatározás, hogy holnaptól én már pedig kipróbálom. És úgy képzeljétek el, hogy úgy kipróbáltam, hogy azóta se hagytam abba. Fogok nektek bevágni kis klippeket, amit menet közben vettem fel, és a végén természetesen centikről és kilókról is fogunk beszélni. Úgyis mindenki emiatt van itt. De hogy lényeg a lényegben, egy hónapja, több mint egy hónapja csak húst eszek. Se zöldség, se gyümölcs, semmilyen köret, nulla szénhidrát, és nagyon jól megy. Nem tudom, hogy mennyire akarom hosszúra húzni ezt a videót, de szeretném nektek elmondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok magamra. Az első héten csak szárnyasokat ettem. Az volt a kis biztonságos zónám. Ezt tudni kell, hogy a carnivore alatt ajánlják, hogy zsírral főzzél. Természetesen süssél inkább, húst sütünk nagy részben. Lehet vajjal is, de a zsír lenne a legjobb. Egész végig kacsazsírt használtam, ugyanis az is egy ilyen biztonságos megoldás. Nem szeretem a sertés húst, zsírt, bármi, ami röfög, az így ilyen... nem. Ezt nem tudom megmondani, hogy miért. Ezt így az egy hónap alatt se sikerült levetkőzni. A disznó az így kizárva. Első héten csak szárnyas tettem. Viszont amikor a második hét elkezdődött, akkor pont otthon voltam Hódmezővásárhelyen, és nagymamának a szülinapját ünnepeltük, és úgy döntöttem, hogy most jött el az idő, és marhahúst fogok enni. Nevetségesen hangzik, gyerekkoromban ettem utoljára marhahúst, mert nem szeretem. És nem mondom, hogy nagyon imádtam, vagy hogy annyira jó lett volna, de megettem a marhahúst. Azóta igyekszem rendszeresebben enni, hogy ne legyen nagyon egyoldalú a táplálkozásom, már amennyire ezt lehet mondani úgy, hogy csak húst eszek. De most már azt mondom, ja, és nyilván ezt is tudjátok páran, halat nem szeretem. Tengergyümölcsei közül garnéla, ami elmegy, néha kis mennyiségben, de hogy egyébként a halat se szeretem, szóval így egészen leszűkül a kör, de a lényeg az, szárnyasokat és marhát ettem egész idő alatt. Próbáltam egyszer-kétszer májat enni, ugyanis azt nagyon-nagyon dicsérik, és azt mondják, hogy mindenkinek akkor lép még egy szinten feljebb a carnivore diétája, amikor a májat igazából bevezeti az étrendjébe. Igyekszem, még nem megy olyan jól, de néha így próbálkozok itt-ott becsempészni dolgokat. És ami egészen érdekes, hogy néha eszek tejterméket, és nem vagyok rosszul tőle, nem látszik igazából a bőrömön semmi olyan nagy változás. Most, hogyha megnézitek, reggelire ettem egy kis mozzarella snacket. Ha túl sokat eszek belőle, akkor érzem, hogy nem a legjobb döntés volt, de szoktam kefírt inni reggelire. Tejet nagyon-nagyon ritkán kávéba egyébként teszek. Illetve, tudjátok, van ez a Dolce Gustos kávéfőző, és abból is megiszom a sima teljes verziókat. Nem fáj tőle a hasam, nem reagálok igazából rá sehogy, úgyhogy lekopogom, de működik. És szoktam vajjal kiegészíteni ugye a napi zsírbevitelt, mert hogy abból van a kalória, úgyhogy azt nem szabad elhagyni. Azt mondom, hogy nézzük meg azokat a felvételeket, amiket így menet közben csináltam, és utána beszéljünk arról, hogy testileg hogy alakultam. Ma van az utolsó estém. Alig várom, hogy ez a videó kikerüljön. Ha ez a videó kint van, az azt jelenti, hogy túléltem az egy hónapot, és közben jelenleg, jelen időben az utolsó simításokat teszem, és egy kicsit papír alapon is utána nézek a dolgoknak. Sanyitól kaptam ezt a könyvet, hogy ebbe is nézem meg, hogy mi a helyzet. Ezt fogom tenni. A mai reggelim kacsazsírban sült pulyka virsli.
Szexi. Látjátok, hogy hogy lötyög az alján, azt mind meg kellene ennem. Emellett pedig bent van sütőben a két kacsacombom, ami valószínű olé, ami valószínű, hogy ez ebédem és a vacsorám lesz. Oké, jó reggelt! Még nem nézek jobban, mint kellene. Reggel, nem tudom miért mondtam, hogy reggel 1:30 van, és ahogy látszik a fejemen is 5 millió dolgom volt már. Viszont most kajálok először, és meg szeretném mutatni, hogy mi a reggelim. A tegnapi kis kolbászkákból csináltam meg a maradékot, mutatom. Így néznek ki, és jól látjátok, ami alatta van az zsír, egész pontosan kacsa zsír. Ebben sütöttem meg őket, és mellé tettem pluszba, ugyanis az elmúlt pár napban közel se ettem elég zsírt, úgyhogy most megpróbáljuk bepótolni. Annyit csalok, hogy tegnap is és ma is eszek hozzá mustárt, mert mustárral elképesztően finom, magába is jó, de egy kicsit élvezetesebb mustárral. Oli közben itt chillel mögöttem. Megkajálok, és indulunk be a stúdióba, aztán összekapom magam. Most értünk el ahhoz a részhez, hogy elmondom nektek, hogy csináltattam egy vérvételt, ugyanis nagyon sok embernek az volt rögtön az első kérdés, hogy úristen, de hogy koleszterin és nem tudom én mi, hogy a vérképet teljesen fel fog borulni, és blablabla. Bla, bla, bla. És természetesen, amíg nem látod a saját szemeddel, nem hiszed el, viszont csináltattam egy vérvételt, pont azt hiszem, hogy egy hónapos napfordulón, és a koleszterin szintem csökkent. És úgy összességében is javultak az értékeim. Egy valami van, ami még hiányos, viszont ezt pótolni fogom az elkövetkezendő 1-2 hétben. Szeretném megint megcsináltatni ugyanazt a pajzsmirigy vérvételt, amit megcsináltattam akkor, amikor ez a videó készült. És azt szeretném összehasonlítani, hogy van-e változás. Ha kíváncsiak vagytok rá, nem tervezem abba hagyni a carnivort még egy ideig. Szeretném egy kicsit komolyabban megpróbálni, mert ahogy most elmondtam, hogy miket eszek, nagyon sok sonkát szoktam enni, általában az a reggelim, hogyha úgy alakul, akkor virslit is eszek. Mindent így a komfortzónon belül, de szoktam húskészítményeket enni, talán mondhatom így, illetve ugye a sajtok, vagy stb. És szeretnék megpróbálni egy olyan hetet, amikor csak és kizárólag húst, zsírt és vizet viszek be a szervezetembe, mert hogy ezt is hozzátenném, ami szerintem egy elképesztően fontos része talán ennek a diétának, vagy nem is tudom, hogy mondjam mi ez, az, hogy nulla szénhidrátot vittem be a szervezetembe, az nem igaz, ugyanis minden nap, szinte biztos vagyok benne, hogy minden nap ittam vagy üdítőt, vagy olyan kávét, vagy néha olyan energiaitalt, ami cukros volt. Ittam zéró üdítőket is, ugyanis nagyon szeretem az üdítőket, nem tudok vele mit csinálni. Nagyon sok vizet ittam, ezt is hozzátenném, de naponta egy üdítőt, ami cukros, biztos, hogy ittam, és az eredmények emellett néznek ki úgy, ahogy kinéznek. De szeretnék megpróbálni egy olyan hetet, amikor mindent elhagyok, és csak hús, zsír, víz. Itt szeretném elmondani, hogyha bárkinek étkezési rendellenessége van, vagy felzaklatja, hogyha testsúlyról, centikről beszélünk, akkor az most lépjen ki, ugyanis szeretném elmondani, hogy mi történt az egy hónap alatt a testemmel, és természetesen az a legfontosabb, hogy kényelmesen érezzétek magatokat. Szóval, akik itt maradtak, körülbelül 5 hét alatt 6 kilót fogytam. Egy picit többet, mint 6 kiló, de 6 kilót fogytam, ami egyébként is egy egész jó szám, szerintem, viszont hozzátenném, hogy emlékezzetek arra, hogy az elmúlt 2 évben hányszor megpróbáltam egy csomó fajta diétát, és 1-2 kilónál több sosem ment le, úgyhogy az, amikor a 3. kilót átléptem, az volt egy olyan pont, hogy lehet, hogy ez tényleg működni fog. Nyilván nagyon örülök neki, hogy fogytam, ugyanis nem éreztem komfortosan magam a bőrömbe úgy, ahogy kezdéskor és egyébként előtte körülbelül így egy fél évvel kinéztem. Hozzátenném azt is, mert tudom, hogy lesznek olyanok, akik ebbe beleköttök. Az, hogy elfogadom magam, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy egészségileg jól is érzem magam. Úgyhogy
Természetesen senkinek sem kell lefogynia ahhoz, hogy jól érezze magát, viszont hogyha az egészségedet úgy érzed, hogy nincsen rendben, akkor szerintem megéri, hogy megpróbálkozz ezzel. És ami igazából itt nálam a lényeg, le fogom írni nektek, hogy változtam centikben, ugyanis az egy dolog, hogy mértem magam kilóba, mérem magam kilóba, de nem az érdekel, inkább az, hogy nézek ki. Sokkal-sokkal jobban érzem magam, és itt ezen van szerintem a hangsúly. Az energia szintem is kezd visszaállni a helyére, sokkal könnyebben kelek fel, napközben sokkal könnyebben működnek igazából az apró feladatok, amikkel problémáim voltak. Nincsen annyit, tudjátok, ez a brain fog, amikor ülsz, és egyszerűen elfelejted, hogy mi történik. Összességében én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon pozitív eredménye lett ennek az egy hónapnak. Hogyha érdekel titeket, akkor tegyetek fel kérdéseket, megpróbálok rájuk válaszolni egy következő videóban, illetve hogyha érdekel titeket, akkor csinálok további jelentéseket igazából, hogy halad a diéta. Most már sokkal könnyebb lesz, ugyanis TikTokon és Instán is tudom nektek mutatni, hogy miket eszek. Nagyon szerettem volna egy csomószor csinálni, mit ettem egy nap videót, viszont elég nehéz, úgyhogy ne áruljam el, hogy igazából mit is csinálok. Úgyhogy ez volt az én kis carnivore próbahónapom. Nem tudom, hogy meddig fogom csinálni, de amíg nem teher, addig biztosan. Ja, és amúgy, amit szerettem volna még elmondani, hogy általában akármikor elkezdtem egy kötött diétát csinálni, mindig 3-4 nap után úgy éreztem, hogy valami hiányzik, és mindig kívántam valamit, ami nincsen benne a diétába. A carnivore-nál nagyon fontos, nincsen igazából megszabva, hogy mennyit ehetsz. Az ugye megvan szabva, hogy mit ehetsz, viszont ha 5 kg húst akarsz megenni egy nap, akkor 5 kg teszel meg, hogyha nem tudom én mennyit, akkor annyit teszel meg. Nincsen ilyen szabály, hogy mikor ehetsz. Úgyhogy alapvetően sose volt olyan, hogy éhes lennék, és nem volt olyan, hogy kívánnék valamit, ami nagyon-nagyon furcsa volt. Kezdem most már megszokni. Szülinapomra elmentünk kajálni a csajokkal, és sztéket ettem. Igen. Olyan aranyosak voltak, mert néztek rám, hogy szegény, te nem ehetsz ezt, nem ehetsz azt, és mondtam nekik, hogy az a furcsa, hogy nem is akarok, tehát nem kívánom a köreteket, a zöldségeket, a nem tudom én mit, úgyhogy ez az első hónap, így nagyjából összefoglalva, ha valamit elfelejtettem, akkor azt a képernyőre kiírom nektek, hogy lássátok. Elég nehéz így összefoglalni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a kérdéseket pedig várom a komment részlegbe. Sziasztok!